Rendkívül erőszakosan lépett fel a Madridból kivezényelt spanyol csendőrség a Katalóniában szervezett függetlenségi népszavazás szervezői és résztvevői ellen tegnap. A spanyol kormány szerint nem volt népszavazás, a rendőrök pedig szakszerűen jártak el. A katalánok szerint a népakarat a függetlenség mellett foglalt állást. Megrázó képsorok következnek. Minden eszközzel megpróbálta akadályozni a spanyol csendőrség a katalán népszavazást. A képek tanúsága szerint nehezen megmagyarázható erőszakot alkalmazott. Nőket rángattak hajuknál fogva, öregeket lőttek földre, még a kutyákat sem kímélték. Több mint 800-an sérültek meg az erőszak során. A Maszol.ro kiküldött tudósítója, aki személyesen is tanúja volt az eseményeknek, híradónknak azt mondta, valószínűleg nem fognak itt megállni a dolgok. A katalán függetlenségpártiak ma is tiltakozó megmozdulásokat szerveztek. A katalán kormánynak az épülete előtt vagyok, ahol a katalán kormány déli 12 órakor kivonult, és egy ilyen csendes tüntetéssel, felvonulással jelezte nem tetszését, tiltakozott a tegnapi erőszakokkal szemben, ami nagyon durva volt. Tehát egy harmadik világban sem történik olyan, ami az Európai Unió egyik alapországában, Spanyolországban a tegnap előfordulhatott. A katalán hatóságok szerint a csendőrség fellépése ellenére a legtöbb helyen meg tudták szervezni a népszavazást, és a voksolók 90%-ban a függetlenség mellett foglaltak állást. A helyszíni tudósító szerint a csendőrség fellépése következtében érezhetően megváltozott a közhangulat is. Míg korábban 41%-os volt a függetlenedés támogatottsága, mostanra a többség támogatja a különválást Spanyolországtól. Ezt támasztja alá Carme Forcadell, a katalán parlament elnökének nyilatkozata is. Az emberek megmutatták, hogy szabad, független állam akarunk lenni. Megmutatták, hogy mi akarunk dönteni a jövőnkről. A spanyol kormánynak pedig el kell számolnia a világ előtt azzal az erőszakkal, ami ma Katalóniában megtörtént. Az egész az ő felelősségük. Elemzők szerint a felek makacsága újabb erőszak meleg ágya lehet. Előbb-utóbb várható a függetlenség valamilyen módon való kikiáltása, amit spanyol katonai, csendőrségi fellépés követhet. Nincs kizárva a függetlenségpárti katalán politikai alakulatok betiltása, vezetőik meghurcolása, az engedetlen katalán biztonsági erők parancsnokainak felelősségre vonása. Mindez azonban az utca radikalizálódását eredményezheti, a következmények pedig beláthatatlanok lehetnek. Teodor Meles Cano külügyminiszter a spanyol alkotmányt tiszteletben tartó tárgyalásos megoldást szorgalmazott a katalóniai népszavazás nyomán kialakult feszült helyzetre. Az RMDS elítéli a katalán függetlenségi népszavazás napján tapasztalt erőszakot, és a helyzet mielőbbi politikai rendezését sürgeti.